Não. Már megy egy jó ideje, majd több mint egy óra, igen. Láttátok, hogy mennyi mosót szertettem bele ezzel a kis kupakkal. Na, nézd meg. Több mint fél óra helyén, és nem jön ki. Viszont nyomás van benne, és nem tudom, hogy miért nem jön ki. Mert látom, hogy kiér be az ajtómat. Nehéz benyomni. És valamiért nem jön fel. Ott a hab, de annál följében nem jön. Tűzétek, jó? Azon gondolkodtam, hogy most ezt elég, ha csak így magyarul elmondom, szerintem. Nem kell. Máshogy. Na. Kárba folyatom ahogy majd a vizet. Na szóval, hogy ezen gondolkodtam, hogy félretés ne essék, nem azért mondom, hogy legyen pénzem, mert a pénzt nem magamnak akarom, hanem azon gondolkodtam, csinálok egy számlát, egy számlaszámot. Természetesen nem a sajátomat fogom. És kiteszem a leírásba. Ugye, hogy aki szeretne, az tudjon küldeni pénzt, de úgy, hogy ezt a pénzt, ha annyi összegyűlik, akkor ezekből csak gépeket fogok venni. Tehát én is ugyanúgy gyűjtöm oda a pénzt. Mert ami pénzem van, azt nem erre akarom elkölteni. Már mondjuk tudnám, de mindegy. Szóval, hogy ennyire lehessen elküldeni, és mivel ha jól tudom, hát pedig jól tudom, a feliratkozóimnak a fele kb. Magyar, úgyhogy akinek, mit tudom én, tetszik, mindegy, ez a lényeg, hogy írjatok már kommentbe, hogy szerintetek milyen ez az ötlet. Ha nem, hát akkor majd leszek én magamon, csak akkor nem tudom, hogy lehet több használt gépet is venni. Ugye van itt egy műhely, ahol a felültöltős gépeket vettem fel, ott oda lehetne összegyűlik. Nem kell nagy összeg, tehát egy 20-as, mondjuk. És akkor tudunk egy gépet, vagy tudok egy gépet venni. Szóval akkor lehet azt használni. Új gépet nem nagyon. Vagy hát nem, mert akkor abban nem lehet sokat, abban csak egyet. Úgyhogy ez az ötletem. Ha jó, akkor jó, ha nem. Majd ti megmondjátok. Ha nem jó, akkor gyűjtöm. És az a jó, hogy mivel ott műhelyben, ahol volt víz, ugye ott volt víz, viszont az be lesz halazva, mivel ez egy fürdőszoba lesz. Úgyhogy ott oda nem lesz, egy sima szobában lesz, úgyhogy csak áram lesz viszont. Úgyhogy ennyi lesz, hogy a vizet nekem kell majd beleönteni. Viszont akkor tudunk úgy mosni, majd hogy félig felöntöm vízzel, és akkor úgy mosom. És ilyen indezített akarom, mindenféleképp, vagy hát, sőt, majd esetleg, ha tetszik ez az ötlet, és majd elkezd gyűlni a pénz, akkor majd el lehet így dönteni. Ugye így, úgymond nektek, hogy milyen legyen, és amelyikre mondjuk a legtöbb szavazat jön, vagy ez nagyon hülye hangzik, csak nem tudom, hogy máshogy elmondani. Tehát amelyiket a legtöbben mondjátok, mondjuk, az akkor az lesz. De én egy például mondjuk egy Indesit WIL 105-öt mondjuk, azokat tök jót lehet csinálni. Olyat szeretnék, mondjuk, házzal jókat lehet izélni. Csomó felmosás van, csak Indesit. Én úgy gondolom.
Na, ennyi lett volna, ezt most föl teszem, aztán meglátjuk, mi lesz ebből.